Na, ahhoz képest, hogy január eleje van 2021 vakít a nap, és itt vagyok a kis teraszunkon, amit most betonoztunk, a bejárati ajtó előtt. Az egész ingatlanon, illetve a házban ez a 2 darab lépcső van csak. Nyilván 13 éve az emeletes házban meguntam azt a 40 darab lépcsőt föl és le a másodikig és vissza. Úgyhogy hát itt mostan, aminek kötni kell, az köt, mint öreganyánk. És hát az épület az kívülről jelenleg így néz ki, és ez egy darabig így is fog kinézni, mert a belső munkálatok után, hogyha majd kitavaszodik, és vége van ennek a napsütéses, ám mégis minuszos időnek, utána fogjuk leszigetelni és leszínezni. Egy héten belül ezt meg tudjuk csinálni, úgy érzem, mert normál ember megcsinálja két hét alatt, de én edzeni járok, úgyhogy ez gyorsan lesz. A ház eleje a legérdekesebb, ezt nézzétek. Ezt is én ástam ki, oda-vissza. Ugye itt van a vízorakna, innen megy hátra a víz a kertig, majdnem 80 méter. Aztán innen megyünk el, ugye arra körbe beállunk a házba is a vízzel, aztán jön az egyik árokban a gáz, aztán itt a másik árok, ami meg le van fedve, abba pedig az áram, ami ugye körbe jön az épület elejénél, és majd ott a bejárat mellett az elosztóba fog beérkezni. Közben megjött, úgy látom, a szomszédban a rendőrség, lehet, hogy lopott téglát keresik, de hát már beépítették, úgyhogy fuck you. Nagyon jó, hogy téglatörmelékből csak ennyi gyűlt össze, úgyhogy kis ketchuppal még akár el is lehet fogyasztani, még ki sem kellene dobni. Még néhány raklap van ott hátul, tehát igazából nincs akkora felfordulás. Közben a szomszéd is neki át építkezni, úgyhogy lehet, hogy egyszerre költözünk be. Tényleg azt mondom, hogy 2020-ban ahhoz képest, hogy itt mi volt, meg mi nem. Sikerül ez is.